Nézzük meg, mik a lehetőségeink. Eléggé nagy az országunk. Erdőországgal. Kereskedjünk. Ti pedig narancs országgal fogtok kereskedni. Mert igazából miért ne? Városunk boldognak tűnik. És nagyon jó a termelésünk. Tök jó jön a pénz. Ez tetszik? Na nézzük. Mennyire vagytok képesek üzletelni? Értjük, miért akarod magadénak Zrinyó szép városát. Árult el, mennyit kínálsz érte? 8000 spora dollár. Igazán nagy lelkajánlatot tett. Szívesen elfogadjuk, amit kínál. Juhé! Üdv nép! Ti mostantól kék zászló alatt vagytok. Gazdasági módszerekkel felvásároltad a gazdasági várost. Továbbra is gazdasági város marad. Új tulajdonság a diplomata, a guru. Ez a képesség javítja kapcsolataidat a kiválasztott nemzettel 4000 spóra dollárért cserébe. Tolnek pedig mostantól megvásárolható, úgyhogy akkor ezen fogunk dolgozni. Ugyebár Tolnek megvásárolható. Értjük, miért akarod magadnak Tolnek szép városát. Árul, de mennyit kínálsz érte? 8000 spóra dollár. Igazán nagy legű ajánlatot tett, szívesen elfogadjuk, amit kínál. Juhéj! Téged is megvettünk. Üdvözlet, kedves narancságák! Látó kékek vagytok. Amen. Felvásároltad a katonai várost. Ha megtartod ezt a specialitást, katonai járműveket építhetsz más városok meghódítására. Várost ki a város specialitását. Katonaiak maradunk akkor. És... veszünk házakat, hogy érezzék jól magukat az emberek. Ó. Ez szabad. Rendben. Ez a miénk. A miénk. Ó, értem. Bíbor ország. Beavatkozott. Tolnekék ünnepelnek, ezért több bevétel éljen. Rendben. Otthon Mizu. Nem sok semmi. Rendben, de nem is baj. Megnézzük itt, mi a helyzet. Aha, boldogtalanok, mert rosszul van az építkezés megoldva. Jó. Ezen mindjárt segítek.
Itt tulajdonképpen akkor minden rendben van. Szerintem. Esetleg még annyit tudunk alakítani, hogy őt helyettesítjük egy gyárral. Hát ez nem éri meg. Jó, maradjunk így. És akkor a következő pedig Tolnek, ahol... Csodálatos. Zrinyó ünnepel, ezért több a bevétele. Rendben. És még van gejzír, amit nem foglaltak el. Hát akkor ez a miénk. Létrejött Zagyaj város. Érdekes. Rendkívül érdekes. Itt igazából minden oké. Itt is. Meg ugye elnézem itt is. Na de várjunk. Megszereztem egy fűszergejzírt, oké. De... mi lenne, ha... kínálnék Ladnaknak egy együttműködést. Javasoljon, kereskedem, mint valad. Foglalda az összes várost. Dolgozok rajta. Egy e-féle társulás csak segíthet hitünk terjesztésében, elfogadjuk. Jaj. Túlságosan istenhívő nép vagytok. Én azt mondom. Viszont így tudok kereskedni. És akkor pirosékat meg is szerzem magamnak szerintem. Érkeznek is. Tolnek ünnepel, ezért több a bevétele. Örülök neki. Ladnak most már megvásárolható. Adok érte 8000-et. És meg is van. Kedves pirosak, mostantól kékek vagytok. Amen. Éljen. Felvásároltad a vallási várost. Megtartod ezt a specialitást, alacsony boldogsági szintet hozhatsz létre más városokban, hogy megtérítésd a lakosaikat, válsz ki a város specialitását. Ez meg mi? Egy repülő. Egy repülő! Siker! Most már hatalmas szelek is technológiát szolgálatában állnak. A légtölcsér és a vortex cső lehetővé teszi számodra, hogy olyan járműveket építs, melyek kilométerekkel a felszín felett suhannak. Rendben.
vallási város marad. Következő Gergely. Velük is szeretnék megállapodni egy kereskedelmi útvonalról. Ha belemennek, akkor nem is volt olyan nehéz dolgom. Növelheti a hatalmunkat, elfogadjuk, pompás. Hát akkor kereskedünk. Addig a szárazföldi csapatokat... Telmajli város is létrejött. Megnézzük Telmajlit, hogy mit tudunk tenni. Tolnek nepel, ezért több a bevétele. Veszünk hajókat. Gergely most nem megvásárolható. Megveszünk 8000-ért. Kedves rózsaszínek, mától kékek vagytok. Amen. Ilyen. Felvásároltad a katonai várost. Válasz ki a város specialitását. Legyen katonai. És van egy új donság, a reklámvihar, ami meggyorsítja a felvásárlás olyan, a 16 000 spóra dollárért. Rendben. Következő Telmajli. Nem érhető a kereskedelmi útvonal javaslása. Kékek. Zrinyó ünnepel, ezért több a bevétele. Lila ország nem nagyon szeretne szövetkezni. Nem baj. Jó, úgy néz ki, a mi földrészünkön mindent megvettünk kb. Jó, legyünk többen. Következő hely. Nem csak Zrinyó, milyen jellegű város, elfelejtettem. Közben tervezhetünk amúgy egy repülőt. Csésze, aj! Egészség és sebesség is növelésre kerül általa. Legyen inkább a katamarán. Aha. Adunk neki...
egy ilyen repülőhajó effektet. Meg űrturistát. Aztán nézzünk még egy Bobby lovast. Amit kit is kés törlök. Mert nem szimpatikus. És akkor legyen prop mester. Aha. Harrier. Csillagmatróz. Léghasító. És akkor nézzük még valami economy dolgot. Ataréj. Na, ez is kacifántosra sikeredett. Más szerintem már nem is nagyon kell rá. Esetleg ez a reptermi is. Nem. Nézzük. Wow. Aha, így jó. Vagy így. Ez túl színes. Így jó. Gimpus repcsi. Piazza della Spora. Helyes. Egy ilyen óriás kilátószerű képződményt szeretnék neki adni.